Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim! 2022. március 16-án valóban elkövettek egy terrorcselekményt. Egy igazságszolgáltatási és bírósági terrorcselekményt, amely a legsötétebb időket idézi. Szimbolikus, és biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, hanem ha már a büntetőjognál járunk, előre kitervelt volt a minden bizonnyal balliberális kötődésű bíró részéről a tárgyalás kitűzése. Március 16-a egy nappal a magyar szabadság ikonikus napja március 15-e után. Ide a rozsdásbököt, hogyha tehette volna, akkor március 15-én hirdetett volna ítéletet, csak mivel ez pirosbetűs munkaszüneti nap, ezért ez objektíve lehetetlenné vált. És természetesen most könnyen érhet minket az a vád, hogy mi, akik mindig a legszigorúbban, a leghatározottabban követeljük a Szent Lászlói szigort tükröző büntető politikát, hirtelen milyen megengedőekké váltunk. Akkor most tisztázzuk és tegyünk helyre egy félreértést, és próbáljuk elejét venni mindenfajta támadásnak. Amikor a Mi Hazánk mozgalom szigorú büntetőpolitikáról beszél, akkor természetesen a törvényes, tisztességes, objektív szemléletű eljárások eredményeként kiszabott ítéletekről, és az ennek nyomán jogerőssé vált büntetések elrettentő fegyintézetekben való letöltéséről beszél. És természetesen engem jogászként majd érhet az a vád ezek után, hogy anélkül, hogy ismerném a sok ezer, vagy talán több tízezer oldalas peranyagot, ugyan milyen alapon nyilvánítok véleményt. Az ugyan igaz, hogy a peranyag minden részletét nem ismerem, nem is ismerhetem, de amit a szabadon elérhető forrásokból jogászként összeraktam, összehasonlítva a fővárosi ítélőtábla Budaházi Györgyékre nézve kedvező ítéletét, amelyben ugye hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárást rendelt el, ebben leírták, hogy több bizonyítékot nem vagy nem kellőképpen értékeltek, és több olyan súlyos eljárási hibát vétett a hatóság, amely ezt a meglehetősen súlyos másodfokú hatályon kívül helyező döntést, ami nem túl gyakori egyébként, mondta maga után. Óriási ellentmondás feszül a fővárosi ítélőtábla, magyar hazafiakra nézve kedvező, míg a fővárosi törvényszék két héttel ezelőtti ítélete szerinti drasztikus ítélet között. Valami nem stimmel, kedves barátaim. Valami nagyon nem stimmel, és ez legalább 32 év, de az is lehet, hogy lassan már közel 72 esztendő sara. Ugyanis azt mi nem tudjuk elfogadni, hogy koncepciós jellegű, politikailag motivált, a törvény előtt egyenlőséget semmibe vevő, a tisztességnek még a látszatát is nagy évben kerülő eljárás nyomán 117 év fegyházat szabjanak ki tisztességes magyar családapákra, és szeretnék mindenkit emlékeztetni a büntető politika egyik alappillérére. Nagyon fontos az általános és a speciális prevenció, vagyis magyarra fordítva, hogy a bíró az ítéletében elrettentse, megelőzze az adott elkövetőkör további elkövetéseit, és általánosan is üzenjen a társadalomnak. Hát ez most elég sajátosan értelmezhető. Ez egy speciális és általános fenyegetés. Kvázi, most úgyis elég kemény időket élünk, hadüzenet a magyar hazafiak számára. Nem csak az érintetti körre, hanem egy általános fenyegetés, és általánosan az következtethető ki ebből a gyalázatos ítéletből, miszerint a hazaszeretetért és a hazafias kiállásért súlyos börtönévek, a korlátlan lopásért, hazudozásért pedig luxus jólét jár még 2022-ben is. És természetesen itt azért érdemes néhány összehasonlítást végezni és ízlelgetni, hogy milyen súlya van ennek az ítéletnek. Mondok a teljesség igénye nélkül három példát. Az egyik rögtön a Kozma ügy. A Kozma ügyben, tisztelt magyar barátaim, tisztelt honfitársaim, 18 év fegyház volt a legsúlyosabb ítélet,
visszaeső és többszörösen visszaeső, vagy különös és többszörös visszaeső elkövetőkre. Akik egy kiváló sportolót a nyílt utcán kivégeztek, egy másiknak pedig a veselyét kellett eltávolítani a késelés eredményeként. Nem zárták őket a feltételesből, bármelyik nap szabadulhatnak. Vagy ott van az olaszliszkai ügy, ahol igaz, hogy voltak, kiszabtak életfogytig tartó szabadságvesztéseket is, de voltak, akik a lincselő hordából 15 évvel megúszták, és őket sem zárták ki a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményeiből. Vagy van személyes tudomásom olyan súlyos életellenes bűncselekményről, emberölés büntettének kísérletéről, magyarul gyilkossági kísérletről, ahol 9 visszaeső elkövető, hivatásos bűnöző mondhatnám, térfigyelő kamerák vagy belső kamerák keresztüzében, tehát mindent pontosan rögzítve követett el, 8,5 év húzavona után a 9-ből 3-at ítéltek, fejenként 5-5 év szabadságvesztése, 3 év után kijöttek. És szerintem, ha leülnénk egy kávéra vagy a sörre így ezen a szép verőfényes vasárnap délutánon, nagyon hamar össze tudnánk szedni még egyéb ettől is súlyosabb példákat. Azzal együtt, hogy Budaházy György és társainak esete nem hasonlítható semmi máshoz, hiszen ez egyértelműen egy politikailag erősen motivált ítélet és erősen motivált eljárás. És érzem azt, hogy korábban nyújtottunk, én magam is nyújtottam be erre javaslatot, nevezetesen a 2006 és 2010 közötti események érintettjeire közkegyelmet kértünk, amelyet 2016-ban a Fidesz-KDNP többség elmeszélt. És azt mondjátok meg nekem, kedves barátaim, hogy hogy lehet az, hogy nagyon keveset beszélünk egy elképesztően fontos kérdésről, nevezetesen a bírák és az ügyészek felelősségéről, vagy inkább felelőtlenségéről. A magyar politikai elit az elmúlt 32 évben túlnyomó többségében a negatív kritikára adott okot. Szinte minden oka megvan a politikát és a politikusokat utálóknak arra, hogy a politikusi kiváltságok eltörléséért küzdjenek. Mi magunk is ezt tesszük, hiszen például a mentelmi jog azonnal eltörlését követeljük, és az első indítványaink között fog szerepelni majd április 3-a után. De keveset beszélünk arról, hogy az ügyészek és a bírák még 4 évente sem mozdíthatóak el. Mert egy országgyűlési képviselő esetében előfordult, hogy a 4 év eltelte után nem szerez újra mandátumot, és kiesik a törvényhozásból. Ma Magyarországon kimondva vagy kimondatlan összefoglalom a lényeget a sok süket mellébeszélés helyett. Ha egy ügyészt vagy egy bírót nem érnek tetten cáfolhatatlan bizonyítékok hatása alapján, és nem ítélnek el, akkor gyakorlatilag 30, 40 vagy 40-től is több esztendeig zavartalanul ítélkezhet. Gyakorlatilag elmozdíthatatlanok. Nem lehet őket eltávolítani. A legrosszabb, ami történhet velük, hogy a szakmai előmenetel a karrierpálya kicsit lelassul. De a státuszt, a jól fizető munkahelyet esélyük sincs elveszíteni az esetek döntő többségében. Bármelyik magyar munkavállaló, nem is bármelyik, mindegyik, kedves barátaim, kemény felelősséggel, jogi, anyag és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkakör ellátásáért, az által elvégzett munkáért. A bírák és az ügyészek pedig cinikusan vonogathatják a vállaikat, hogyha emberi sorsokat tesznek tönkre, mert gyakorlatilag nem lehet őket felelősségre vonni. Nincs ez itt sehol leírva, csak ez a nagy magyar gyakorlat. És azt kell tudomásul venni, hogy az orvosok, főleg a sebészek és a bírák kezében elképesztő hatalom van. Élet és halál urai. Egy régi kifejezéssel élve ölnek és elevenítenek. Nem csak az adott emberek, az ártatlanul elítéltek sorsát teszik tönkre, hanem a családtagjaik és generációk sorsát pecsételik meg egy-egy ilyen egészen durva, extrém döntéssel. És hiába érvelünk sokszor azzal, hogy
A nem kétséget kizáróan bizonyított tényeket nem lehet a vádlottak terhére értékelni. Kétség esetén mindig a terhelt javára kell dönteni, és a nem törvényesen beszerzett bizonyítékokat sem lehet felhasználni az eljárás során. Ez egy egyetemi vizsgán jól hangzik, ott megsimogatják a fejünket a jogi egyetemeken, de a gyakorlatban, ahogy ezt egy régi kommunista ügyésznek a Máté Szalkára elmagyarázta, majd ők más szempontból vizsgálják az ügyeket. Magyarul, ilyen középiskolai vers elemzés szerűen, a fővárosi ítélőtábla egyfajta következtetést, a fővárosi törvényszék meg egy teljesen azzal ellenkező következtetést vonhat le, nem is a versből, hanem a történeti tényállásból. Úgyhogy égető szükség lesz arra, mert akkor most már mondom lassan a beszédem vége felé a megoldást is, hogy azt mondtam az előbb, hogy az első javaslatok között szerepel a mentelmi jog eltörlése iránti javaslat, akkor az legelső pedig a közkegyelmi javaslat, a 2006 és 2010 közötti eseményekre vonatkozó közkegyelmi javaslat az első, a legelső lesz a Mi Hazánk Mozgalom parlamentbe való bekerülését követően, mert ezt a gordiuszi csomót a legegyszerűbb lenne ezzel ketté vágni. Annak pedig a jogalkotás és a jogalkalmazási feltételeit is meg kell teremteni, hogy végre azok kerüljenek börtönbe, akik valódi bűnöket követtek el. Mert önök szerintetek a sukorói bűncselekmény sorozatért, vagy annak a kísérletéért, meg az elmúlt 32 év rablásáért, az elmúlt időszakok kormányai felelőseinek hány ezer évet kellene a kaptárban ülniük? Talán annyi nulla nincsen a matematikában, amennyit megérdemelnének azokért a büntető törvénykönyvileg értékelt és erkölcsileg és értékelhető bűnökért, amelyeket ezzel a nemzet ellen elkövettek, és hogy tönkrevágták ezt a gyönyörű szép országot, szinte életetlenné, működésképtelenné tették. Úgyhogy azzal a jó hírrel szeretnék nektek szolgálni így a választások előtt kerek egy héttel, hogy legyetek nyugodtak, mert az ugyanígy az, hogy az elmúlt 32 évben sok furcsa félszerzett, sok furcsa párt kinőtt a semmiből, vagy éppen ránk ültették valahonnan, bankházakból, és emiatt mondhatjuk azt, hogy különböző hivatalos és nem hivatalos, bejegyzett és nem bejegyzett kisebbségeknek, csoportosulásoknak már rengeteg érdekképviselete van a politikában és azon túl is. De végre van egy olyan párt, amelyik akár az igazságtalan ítéleteket tekintve, akár a WHO terror kérdését tekintve, akár pedig az orosz-ukrán, pontosabban az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborút érintően is, elfogultan és radikálisan magyar párti, csak magyar barát, csak és kizárólag a magyar érdeket veszi figyelembe, csak és kizárólag a magyar érdeket képviseli. Farkasok közt farkas leszel, birkák közt meg birka. Úgyhogy, kedves barátaim, mi egyértelműen a harcosok, a hazafiak és a farkasok közössége vagyunk. Még egy hét van hátra az országgyűlési kampányból, toljuk meg a végét, és higgyétek el, hogy megkerülhetetlen erővé fogunk válni, hogy aztán igazságot, szabadságot és megtisztulást hozzunk ennek az országnak. Kitartás fel a győzelemre!